Színes programfüzetek, rendezvény és szállásajánlatok, a turista információs pontokban számos prospektusból válogathatnak azok, akik látnivalót vagy szálláshelyet keresnek Nyíregyházán vagy a megyében. A nyírség turizmusáért egyesület elnöke szerint a programok és a hotelek mellett a magánszálláshelyek is egyre jobban vonzák a turistákat. Hosszú évek alatt nagyon erős tendenciában nőttek a vendégészakák nyíregyházában és a nyírségben is. Ez a tendencia eléri lassan a teljesítőképesség felső határát, legalábbis a nyári idényben. Tehát azt lehet mondani, hogy a vendégészakák száma számú tevően nagy százalékokkal úgy nem tud emelkedni, mint hosszú éveken keresztül, tehát a kapacitása az húz egy vonalat. Ugyanakkor a vendégészakák szerkezetében történt egy jelentős változás még pedig eddig a vendégészakák 70%-a a belföldi vendégek közül került ki, és most egyre növekszik a külföldi vendégészakák száma is. Sóstón leginkább az állatpark és az élményfürdő vonza a látogatókat. A vendégek közül ma már minden második az országhatáron túlról érkezik, akik gyakran több napot is eltöltenek nálunk, hogy meglátogassák a környék látványosságait. A vendégészakák száma az elmúlt két évhez képest körülbelül 20%-kal növekedett. Az összetétel a vendégeknek annyiban változott, hogy jóval több gyerek érkezett az elmúlt évhez képest. Az összetétel gyarapodotta a külföldről érkező vendégeknek a száma arányaiban tekintve körülbelül olyan 60%. A távolabbról érkező vendégeket elsősorban az állatkert vonzotta, a környező országból érkezőket pedig az akváriusz élményfürdő. A svájci menedzsere elmondta, a kihasználtsága a nyári hónapokban százszázalékos, ezért gyakran már el kell utasítaniuk a vendégeket. Télen viszont az aktív pihenési lehetőségek csökkenésével a sóstoron látogató turisták száma is csökkenést mutat.